Az utolsó utasításokat adja a Liszt Ferenc Kamara zenekar művészeinek a világhírű karmester. A nyitó koncertre készülnek, a lehető legáthatóbban mutatják meg Bartók divertimentóját és egy Liszt darabot a közönségnek. A karmesternek hálásnak kell lenni, hogy az előtte ülő zenészek követik az ő gondolatait, érzéseit. Előttem ülnek emberek, akik nagyon jó zenészek, és tudom, hogy nagyon sokan bizonyos dolgokat másképp éreznek és másképp játszanának, de mivel ők megtesznek mindent, ahogy, hogy kövessenek engem, ez egyfajta hálaérzet is kell. És úgy érzem, hogy a zenész akkor adja meg oda magát igazán az én gondolataimnak, ha érzi, hogy nem csak a zenét szeretem, hanem valamennyire őket is. A fél évszázados múltú szemináriumon neves professzoroktól, zeneművészektől tanulhatnak a fiatal tehetségek. A jubileumi koncertek között kuriózumok is bőséggel akadnak, a többi között egy ős bemutató. Nélkülözhetetlen része kell, hogy legyen a koncertnek egy Bartók mű, ami ezúttal a divertimentó lesz, de emellett egy szombathelyi bemutató Wolf Péter utazás című műve is hallható lesz, mely egyébként kamarazenekari változatában ős bemutató is egyben, és emellett egy kis Liszt és Britten Simple Symphony hangzik még el a koncerten. A Bartók szeminárium és fesztivál záró koncertjén Stravinsky Tavaszi áldozat című ősi rítusokat idéző műve, valamint Bartók Béla először 100 esztendeje bemutatott a Fából faragott királyfi című táncjátéka hangzik el, ezúttal a Bozsik Ivett társulat táncával kísérve szombaton este 8 órakor.